a virág meg a meglepetés volt, mert hogy szóltak nekem, hogy Marika, a megszólaló kezek alapítvány hívására bármikor hívják azonnal meg, azonnal születést. Igen. És azt mondták Kékes Zsuzsáig, hogy legyen ott az a virág, amit beszélgetünk. Köszönöm. Takács Mária, a Miskolci Nemzeti Színház tagja, az énekkar egyik legidősebb tagja, mert nem mondom nőknél, több mint 40 éve énekel estéről estére, legalábbis minden zenés darabban, pontosabban az idén megkezdte a 42. évadját, és hát ha arra gondolunk, hogy tulajdonképpen némi túlzással nap mint nap hallhatjuk a hangját, aztán mindjárt helyesbíthetek is, mert hát megette a fenem azt a kórus éneklést, amivel bárkinek a hangját külön halljuk, ha csak nem szólót énekel, hanem simult bele abba a harmóniába, amit a kórus éneklés. Mert hát szoktuk ezt mondani énekkari tagoknál, hogy ó, hogy kiragyogott a karból, mert hát azért én azt gondolom, hogy minden kóristának az álma, hogy egyszer szólót énekelhessen. Gyerekkorodban volt-e valami olyan, amikor színházba jöttél először, hogy na, ilyet szeretnék én is? Igen, mivel édesanyám is a színházban dolgozott, és nagyon sokat bejártam a színházban, és mindig nagyon-nagyon vonzódtam a színházán. Szerettem mindig énekelni már óvodás korom óta. Iskolákban és Lukas órákon mindig takit kérték el, ugye már énekelj valamit. Gimnáziumban is, amikor jártam, volt egy matek tanárom, a Sós Ferenc, aki egy természet szakkört is üzemelt, és oda én is többek között jártam kirándulni, és ott végig énekeltem mindig a erdőt. Ez a Miskolci Kirián gimnázium. Igen. Volt. És jártad a Bükköt és énekeltél? Igen. Mozgalmi dalokat? Nem. Nem? Na, mit nem. Énekeltél? Nem. Főt. Magyar nótákat, vagy éppen ami aktuális. Na és a színházban volt-e valami olyan, hogy valakire rácsodálkoztál, vagy az ének amia miatt, vagy a ruhája miatt, a megjelenése miatt, hogy na valami ilyet szeretnék? Igen, csak mondjuk az ennyi, én hangom alt, és eléggé kötött. Igen. Tehát én nekem csak kimondottan, habár énekeltem én messze a nagy erdőtől kezdve mindent, amiért nagyon-nagyon haragudott az én régi legjobb barátom és karmesterem Kalmár Péter. Tehát azt mondta, egy szép althangot nem szabad elmondani. Örüljek neki, mert az nagyon ritka az althang. És miért kell nekem átképezni mássá? Csak nem fogom megtudni, hogy álom volt-e? Gyerekkori rácsodálkozás? Igen. Gyerekkori. Hát már óvodában is elkezdtem énekelni, mindig kellett ugye valakit értetni. Éppen Rákos Jártes, akkor énekeltem, hogy járjon ő a rózsában bokáig, éjjel-éjjel Rákos Jártes sokáig. Ott kezdtem, ott kicsi voltam. Csak voltak az én mozgalmi. Igen. Hát ugye ott kellett éltetni. Akkor éppen gyerekkoromban már. Hát mondták, hogy éltessük, hát én éltettem. Igen, ez az althang, ugye azt mondja a szakirodalom, hogy opera szerepeket tulajdonképpen nem is nagyon írnak. Althangra nagyon ritkán, ha csak írnak, akkor is leginkább ilyen boszorkányok és morgós vénasszonyok. Na, mondjuk a Carmenben is van. De csak nagyon kevés, tehát minden kevés. Hát inkább általában szoprára írt a szerző. Igen. Azért néha sikerült a kórusból is, nekem nem kóruson belül, hanem kóruson kívül csillogni, mert kaptam ilyen szolisztikus feladatokat is. Úgyhogy örömmel csináltam, és örültem neki. No, hát az éneklés, hogy énekelgetünk az óvodában, énekelünk az iskolában, énekelünk a kirándulásokon, és ki volt az, aki azt mondta, hogy Marika, neked énekelni kell? Anyukám beszélt a Heréri Éva karmester asszonnyal, és mondta, hogy behoznám a lányomat, és légy szíves, már itt kell hallgass meg. Kis vézny, a kis gyerek voltam, és nem emlékszem már, hogy mit énekeltem, de azt mondja, ennek a kislánynak, hogy jön ebből az apró kis terület, olyan hatalmas hang. És akkor az érdemes. Akkor elmentem a zeneiskolába, ott felvételiztem, és Kovács Irénke, a Isten áldja meg, hát neki nagyon-nagyon sokat köszönhetek, mert olyan jó technikával megtanított énekelni, hogy szinte soha nem mondhatom azt, hogy én lerekedtem, vagy valami, ha csak nem fászom, de az is elég ritkán fordult elő.
Ez az zeneiskola, ez már az általános iskolával párhuzamosan? Nem, 16 éves koromban kezdtem el énekelni, mert ugye van egy bizonyos idő, amikor elkezdhetik a éneklés. És a gimnáziumban voltál egy kórustag? Ott is voltam kórusban, általános iskolában is. Tehát ez természetes. Igen, hát mindig énekeltem. És az öltöztetés, te bejártál édesanyáddal is, segítkeztél? Nem, én csak bámultam állandóan a ügyelőmmel, hallgattam. Gondolom, hogy a Színész Múzeumban többször végignézted már a tárlatot, hogy találkoztál-e most nem kortársaiddal, hanem olyanokkal itt a képeken, a visszaemlékezéseken, akikre gyerekként néztél, csodálkoztál. Igen, rá. Igen, igen. Igen. Hát nagyon, hát mondjuk Latonyi Bocs is volt itt. Hát meg vele való találkozásra emlékszel? Ő csak csodáltam néztem, mint gyerek, de úgy beszélgetni nem beszélgettem vele. De előadását is láttam? Azt láttam. Nem tudnám megmutatni, de láttam előadását is. És akkor most már felnőttként tudod, hogy hú, ez Latinovics volt, mert akkor gyerekként is érezted, hogy ez valami. Én nagyon sokat hallottam róla, és mondjuk azt meg tudtam állapítani, hát ebben van valami több, mint a többiben. Tehát azt tud érezni, igen, lehet. Igen. Tehát mondjuk Latinovics volt egy ilyen gyerekkori találkozás? Igen, hát mondjuk a Margitai Ági, az mondjuk játszottunk is együtt. Igen. Később. A későbbiekben. Tehát ő volt ilyen. Ő volt, akiket úgy... És akkor az Erkel Ferenc zeneiskolában voltál, gondolom, Kovács Irénynél. Igen, akkor 8 évig tanultam énekelni. És a színházon úgy kerültem, hogy hát én mindenféleképpen nagyon szerettem volna bekerülni, hogy eljött a vizsga előadásunkra az akkori igazgatónk Salgó Gábor, meg Kalmár Péter, és akkor volt pont alt énekesre szükség a kórusba, és rögtön elvittek. Én nem nagyon értek, vagyunk be, csak úgy hallgatni szoktam, hogy hány alt énekes van a kórus, tehát hányan vagytok egyáltalán, vagy egy kórushoz, hogy áll össze egy rendes kórus? Itt a Miskolci Nemzeti Színházban elég kevesen vagyunk, mert a fiúkkal egy 12-en vagyunk ők, és 10 fiú, szóval kevesen vagyunk. És az alt? Tehát, hogy altszólamban? A három altszólamban, most kimondottan alt, mert hiába van mezzó, sokszor megosztanak bennünket. Alt egy, alt kettő, mezzó, szoprán, szoprán egy, szoprán kettő, szóval ezt a kevés embert is osztani kell. Hát mondjuk, hogyha egy opera vagy nagyobb dolog megy, akkor hoznak kisegítőt. Hát ez nagyon kevés egy opera lesz. Akkor bekerültél a színházba, 1968 vagyok a színháznak a tagja. Megvan az emlék, az első előadás emléke? Igen, a Hello Dolly, Havaj Rózsája, János Vitéz. Ez a Hello Dolly volt akkor az, amiben Margitai Ági. Igen. Tehát ez volt az, amikor először szerepelt. Még kórusban. Természetesen. Kórusban. És hogy az álom azért az opera volt, vagy ezek a könnyedebbek? Én mindegyikhez vonzódom. Szeretem az operát, és rengeteg opera lemezem is van teljesen. Hát mondjuk ezt a Péter szerettette meg velem, őtől is nagyon sokat kaptam. Operetteket is szeretem, musicalt is. Minden evő vagyok. Ja. Ebből a mindenből néhány. Takács vagyok a Bánkban, Bohém Élet, Kármán, Trubadur, Paraszt, Becsület, Traviáta, Varázs, Fuvola, Toszka. Figaro, Pompadur, Havaj Rózsája, Cirkusz Hercegnő, Furfangos Özvegy, Cigánybáros, Szibila, Víg Özvegy, Levendula, Amaderász, Luxemburg grófja, Bokácsó, Denevér, a Dohányonvet kapitány, Széfelina, Varázskeringő, Verónai fiú, Koldusdiák, Leányvásár, Dübári, Lila Alkát, Csárdáskirálynővel legalább 4-szer találkoztam, ugyanúgy Denevérrel is. Igen, gondolom, hogy... Igen, ezek visszatérő. Tehát mondjuk másmilyen rendezésben. Igen. Vadnők, Marica grófnő, Cigány szerelem, Dankó Pista, Háromak kislány, Telizseb, Mária főhadnagy, bocsánat, Bála Szavolyban, Besél a Bécsi erdő, My Fair Lady, My Fair Ladyről majd szeretnék külön is. Leányvásár, Mária Evangélium, a Hello Dolly, János Vitéz, Csókos asszony, és így tovább nem mutattam a közönséget. A My Fair Lady-t azért álltam itt meg, mert én azt hiszem, hogy ez is egy ilyen kiragyogás volt a
kar, nem a karból, hanem egy kiragyogás, egy karénekesnek. Igen, ott egy nagyon kis szerepet kaptam, Bújt Liné. A Horváth Péter fiatal rendezte, és megkérdezte tőle, hogy tudsz csúnyán énekelni? Már mondom, hogy ha kell, akkor tudok. A közönséges figurának kellett venni a Bújt Linét, egy részeges kezember, egy boros üveg, és ordenában kellett énekelnem. Tudnál most? Jaj. Nem erőltetem. És a második alkalommal, mert ugye egy darabot felújítanak, visszajött és megkérdezte, Mari, tudsz szépen énekelni? Mondom, tudok. Miért? De most úgy szeretném, hogy ezt a Bújt Linét szépen énekelnéd el. Hát nagyon-nagyon nehezen ért át rá a szám, mert hozzászoktam ahhoz, hogy közönségesen énekeltem, azért elénekeltem úgy, hogy amikor elment, akkor maradt a régiben. Visszatértem a... Volt több ilyen alkalom, amikor nem csak... Nem szabad ez, hogy csak nem a kórusban énekeltél, hanem kaptál egy-egy ilyen szóló szerepet. Nézegettem az... Itt a Színész Múzeumban jelent meg egy ilyen színházi lapozó, ami tulajdonképpen a műsorfüzetek, vagy a színlapok, és nagyon sok szerepbe szerepelték külön is, tehát nem csak mint a kórus. Igen. Igen. No. Nagyon meg tudnám említeni, hogy a szegény Somló Feri bácsi nyugodjon, ő a Fösvénybe. Igen. Egy szerencsétlen szolga pár voltunk, és nagyon jó kritikát kaptunk, olyan jó figurát tudtunk hozni. Hát ebben nagyon sokat segített Feri bácsi. Ez 2000? Ez a 2000-es Gáti Oszkáros? Igen, a Gáti Oszkáros. Igen. Akkor a Vágóhidak Szent Johannája, ott is kórusból hárman voltunk. Azt is nagyon szerettem. Akkor a Kazimir és Karolin, egy szerencsétlen, cirkuszban játszódó szerencsétlen lánykát alakítottam, akit már állandóan bántott a cirkuszigazgató, és akkor a balkadórában tudta elénekelni a fájdalmát. Ez nagyon érdekes, most itt a évszámokkal kezdtem, hogyha utána számolnék, ez nem volt olyan nagyon régen, ez a Kazimir és Karolin, és már még akkor is kislányt játszottál. Igen, azt hiszem, hogy az 2000-ben volt. A Vágó ugye 2000 tájában, vagy először, nem tudom, ez a Novák Péternek a koreográfiával és Eszterben rendezte. Igen. Tehát, hogy sokáig játszottál ilyen fiatalok, vagy öregasszonyokat is a hangfajod miatt, de fiatalokat is nagyon sokáig. Tehát most, hogy a muzsika hangjában, nagyon fiatal apát szavadta ottan. Na, köszönöm. Lehet, hogy csak én nézem úgy, de úgy érzem, hogy ez hogy lehet megőrizni te a fiatalságot? Sportolsz? Nem, sportot nem űzök, hanem sokat sétálok. Sokat sétálok, semmi olyan, nem teszek ellene. És a hang? A hangot hogy lehet megőrizni? Mint ahogy mondtam már, irénykeni olyan hang, alapot, képzést adott nekem, hogy tudom, hogy hogyan kell képezni a hangot jó helyről. Tehát véletlenül sem rossz helyről képzem a hangokat. És ez nagyon sokat számít, hogy kit hogyan tanítottak meg. Hogyha nagyon rossz helyről, torokból vagy énekel az ember, hogy megy. És a megőrzés? Hál' Istennek nem vagyok egy beteges típus már megfázásban. És eddig még hát a 41 év leforgása alatt én nagyon keveset tudok mondani, de akkor sem a rekedtség miatt, hanem szívműtétek miatt voltak problémáim. De akkor sem sokat hiányoztam, mert valahogy mindig úgy rendeztem, hogy nyáron üdsenek. És mire megkezdődött az évad, addigra már aktívan tudtam dolgozni. Akkor ne várjunk tőle semmi trükköt, hogy kell a hangunkat visszahozni, hogyha berekedtünk. Én nem tudok megmondani, nem tudok olyat. Vigyázni kell minden esetre rá. Nem kell dohányozni, olyan hideget inni, óbégatni, éjszakázni. Neked volt-e tanítványod, hogy van-e tanítványod? Nincs. Soha nem is? Nem. Mert? Hát én nem találtam magam arra képesnek, hogy másnak át tudjam adni a tudásomat. Úristenem. Most már nem fogok lebeszélni erről a szerénykedésről. Valahol szerény is vagyok, de
Nincs olyan nagy önbizalmam, nem is a szerénység kérdés, önbizalmam nincs annyira. Ezt én is nem. Alátámasztom, nagyon nehéz volt rávenni erre az alkalomra Marikát. Tehát, nem bízom annyira magamban. Sokszor más mondja, hogy hát nagyon jó, ez csak én nem vagyok megelégedve sokszor önmagammal. Hogy telik egy színházi kórustag élete? Karban kell tartsuk a hangunkat. Hetente kétszer van, mert többre nem futja, hangképzés. Arra mindenféleképpen be kell járni. Na most, hogyha egy operára vagy operetre készülünk, ott majdnem egy hónap, amíg szól a munkét, megtanuljuk a darabot. És hogy karban legyen tartva, hát hogyha már kész a darab, mire már a színpadra kerülünk, addigra ott nélkül kell tudni a művet. És meg ha már kész a darab, akkor is minden előadás alatt hangképzések vagyunk, úgy kezdjük el a előadást. A legutóbbi alkalommal Regő Zsolt volt itt, Regő Zsolttal beszélgetünk, aki a kórus vezetője. Igen, hogy ő tartja nektek ezeket a próbákat? Gondolom, hogy nem mindig. Este ő tartja, hogyha ő bejön, és akkor ő szokott hangképzéseket tartani, meg ő tanítja be nekünk a darabokat. Ő tanítja be mindig. Sajnálom, hogy nincs itt, mert... Nem tudott jönni, mert most Kassán van. Ő eléggé karbantartja. Szigorú-e az lett volna a kérdés, igen. Olyan értelemben eléggé karbantartja az énekkart, mert ha nincs dolgunk, akkor ő csinál. Volt annak idején a hangözön, akkor karácsonykor szokott lenni a karácsonyi kalács. Most készülünk, ami november 8-án lesz, egy Mendelssohn koncert, a Csalogány címen fog létrejönni. Ez a Kamara Színházban lesz, november 8-án, 5 órakor. Ez egy egyórás kikapcsolódás, akik mondjuk érint, vagy érdekel az, hogy nyugodtan eljöhet és meghallgathat minket. És csak ezért az egy alkalom, ezért az egy előadás. Igen, de mindig valamivel leköti az énekart és fejleszti, hogy tudjunk. Nem kimondottan, tehát ez teljesen színházon kívüli, de mondjuk ez műsorterben van ez a Csalogány. A karácsonyi kalács is, most szintén karácsonykor lesz a harmadik, mindig, és tavasszal is lesz valami akciónk. Most így műsoron kívül, hogy most Kassán, azoknak, akik a múltkor is itt voltak, hogy Zsolt milyen gyakran kísér, hogy úgy tudom, hogy Seresi Ildikónak megyük most a Boga beszél, és ott kísér Zsolt. Nagyon sok kórus vezet a városban, nem csábított ki téged? Tehát ki, hogy más kórus, vagy te nem lennél más kórusba? Elég neked ez? Nekem elég ez, ami itt van. Fiatalabb korodban se érezted azt, hogy kell? Fiatalabb koromban sokkal több volt a munka. Uh-huh. Akkor Eger és Miskolc egy színház volt. Itt, hogyha bemutattunk és lejátszottunk egy darabot, akkor csütörtöktől Egerbe jártunk. Igen. És ott folytattuk. Hát az volt olyan, hogy szombat-vasárnap dupla előadás. Volt egy nagyon aranyos ügyelőnk, a Nagy Laci bácsi. Volt, amikor bemondta, hogy előadás vége, és első figyelmeztető, mert ilyen, hát erre még mondjuk ti is emlékeztek. Igen, tehát így kezdődött a következő. Igen. Na de azért voltak alkalmak, amikor a két színházon kívül is, hiszen alkalmi társulatokkal, Premier Színházzal, óvazim. Ja, hát igen, hát a Premier Színházzal, Léva Jolival jártam fellépni. Nagyon sok fellépésem volt, Ábrahám Pista, Léva Joli, meg én sokat jártunk vidékre, falunapokra énekelni. Hát itt voltak azok az alkalmak, ugye, amikor az alt hangot megjelöltettek kicsit. Igen, hát ott mondjuk ott is énekeltem operettet is, meg általában magyar nótákat, mert Joli volt a operettes, én meg a nótás. Magyar nótás, de volt, amikor operettre is szükség volt, hogy énekeljek. Ezzel a Premier Színházzal, a Premier Színházak azért volt a kerek előadásai igen, is. Igen. Hogy olyasmiben nem szerepeltél? Nem, mert amikor szerepelhettem volna, akkor közben jött a bátyámnak a betegsége, ami miatt nem tudtam elvállalni, mert otthon kellett belevenni. De azért pedig te elég sok mindent úgy elvállalsz, tehát elvállalsz. Tehát ugye úgy adódik, akkor akár sugsz is. Igen.
Igen, Jutocsa felkért, hogy a jó ember súgjam le. Elvállaló? Nincs most elfoglaltság, mert persze, hogy elvállalom. A Forgács Péter rendezte, azt hiszem, és kellett egy külső hang. Hát általában csináljam már meg én. És annyira tetszett neki, hogy nekem erre a hangra van szükségem. De az átállásra is van szükség, és akkor szerepeljek egy kicsit. Én voltam az utolsó vendég, akit már nem szívesen fogadtak. De hát beöltöztem, és akkor fölmentem az emelvényre, amíg átálltak, addig én kis szerepemet eljátszottam, és akkor visszaültem a súgónkba, és akkor ott folytattam a súgást. Egy súgónak milyen hang kell? Tehát mit csinálsz, ha te... Hát nem dörmögő, nem tudom, hogy kell jellemezni az althangot, tehát egy erősebb hanggal. Nagyon nehéz súgni. Nem is gondolna az ember, hogy mennyire nehéz. Jó ritmus érzékelnek kell, hogy legyen. Ő kell, hogy ismerje a darabot annyira, tehát mindig figyelemmel meg a színész az, hogy hol akad meg. Hogy ott tudjál segíteni, mert nem állandóan kell ott, ott alá kell húzni, és akkor készenlétben kell lennem, hogy na hát itt figyeljek oda, mert a színésznek szüksége van rá, mert itt elakadhat. Tehát végig kell ülni a próbákat, végig kell, nagyon figyelni. Igen, igen, aha. És ott szóval a súgon sok minden múlik. A játékszínben nincs is súgójuk. Hát hova ülnek? Hát oldalról. Most már nincs is súgójuk a színházakban. Oldalról. Nagy színpadon nem súgtam még. Nagy színpadon nem, a játékszínben súgtam kétszer. Azt megcsináltam. Hát úgy volt, egyszer a kamarába is kellett volna, de közben az nem jött össze, mert a Csókos asszonyban kellett egy figura. És Szomszédasszony, akkor inkább oda hívtak, hogy na hát te mégis. Ott viszont vállaltam egy éneklést, külső hangként, amikor először meghaladtak a nagy művészeink, a Oszter Sanyi, hát az olyan gyönyörű hanggal, hogy súg. Mondták, hogy olyan súgó, énekes. Ilyen. Akkor jártam Szegedre, még az öltöztetőt. Na várjál, még ez egy énekes, tulajdonképpen egy főszereplő helyet énekeltél, ha jól emlékszem. Igen. És egy fiatal. Játék a kastélyban, fiatal, ott kellett egy primadonna hangot besegíteni. És ez is vagy 10 éve lehetett tulajdonképpen. Hát körülbelül. Nem, nincs annak 10 éve a játékakastélyban, nincs 10 éve. Tehát, de nem olyan nagyon régen, tehát hogy amikor egy fiatal primadonna hangolt. Igen, akkor jöttek ide az Ortéváék is, és nézték a darabot, és nem tudták elképzelni, hogy kinek az, nem ismerős ennek a primadonnának a hangját, olyan szép volt, hát az véletlenül én voltam. És nem sziszent föl senki, hogy a primadonna nem szoprán, hanem... Nem tűnt fel. Gondolom ilyen. Odafigyeltek maga a cselekvésre. Igen. Mert ez most egy prózai darabról van itt eszem, tehát nem operettről van igazán szó. Igen, tehát Szeged. Igen. Szeged. Hát Szegeden öltöztettem. Mert anyukám több éven keresztül, több nyáron járt le öltöztetni. Nekünk rokonság is volt Szegeden. Én is többször bementem, és egy alkalommal megkérdezte az ottani öltöztető, hogy nem vállalnál el öltöztetés, az állandóan itt vagy. Na, mondom, dehogy nem. Fizetitek, jövök. Hát adjainkat olvastam, illetve öltöztetem Gregorióska, Melis, Ilosfaldi. Olyan, hogy énekeltél volna velük. Engem nem zsenírodott, azt sem megcsináltam. Én sem gondolom, hogy zsenírodott, de nem gondolom, hogy kellett volna, hogy zavarjon. De csak szerettél volna énekelni is. Igen, jó lett volna a szabadtéri játékok színpadán egyszer. Most már az nem jött be. Tehát ezt is, azt is, abbaszt is kipróbáltam. Igen, például Gregor, igen, tehát már ez nem, de azért például Gregor József többször vendégszerepelt Miskolcon, gondolom találkoztatok. Igen, találkoztatok, és akkor megkérdezte tőlem, na Marika, most milyen minősítésben, mondom, most énekelek. Tehát megismert. Meg. Tehát, hogy tudta, hát, szerette ott engem. Aha, tehát, hogy tudta, igen, hogy te énekes is vagy. Igen, hát beszéltünk róla. Tehát ez kiderült. Persze, ő azt tudták. Hogy dolgozik egy öltöztető? Az öltöztetőnek is elég sok feladata van, ha valaki precíz. Attól minden este az ingeket, tisztát adni arra a színészre. De várják, kezdjük csak onnan, hogy elkészül egy mondjuk egy primadonnának a jelmezei. Igen. Tehát megcsinálja.
jelmeztervező, megtervezi, Varudában megvarják, és az öltöztető napi napot segítkezik a... Nem, hanem amikor kész a ruha, akkor be van minden hozta, hogy ki a főszereplőket, ki a énekkart, meg ki a... És akkor az öltöztetőknek kiosztják, hogy vigye le az öltözőbe a cuccokat. És akkor azokat rendben kell tartani, amelyeket kell, ki kell vasalni, segítkezni az öltözésnél, begombolni őket, gyors öltözésnél van a legapró, szintén ott kell lenni, ahol van a gyors öltözés. Tehát akár többen egy öltöztető, akár több szereplőt is öltöztet egy előadásban. Igen, igen. Ha mondjuk a főszereplőknél ott olyan túl sok nincs, az énekarnál ott már az nehezebb, mert ott most, hogy eléggé öltöztető hiány van, férfiakat, nőket egy öltöztető csinálja. Ott azoknak sok van, mert férfiaknak minden nap az inget leadni. Jó, nem ők mossák, de nekik kell kivasalni. Meg hogyha vég az előadásnak fölrakna a ruhákat, aki lehajítja, általában fölteszük. Tehát az öltöztetés nem csak azt jelenti, hogy felölteni a ruhát, hanem oda készíteni a felöltendőket. Igen, meg rendben tartani, cipőket kipucolni, van ott is munka. Mert hogy gondolom én, hogy nagyon sok szereplő maga öltözik fel, ha csak nem gyorsan. Olyan is van, hogyha nem kell gombolni. A férfiakat nem kell, hogy nadrágot, az ilyet, azokra öltenek, meg mindent, meg a frakkot, ilyesmi, tehát azokat ők saját a nőknél kell hátra begombolni, vagy éppen kigombolni, vagy a gyors öltözésnél szintén oda készíten a gombot, és ott bizony észnél kell lenni, hogy van, amikor pillanatok alatt kész kell, hogy legyen a színész. Édesanyád mit szólt, amikor a színpadon látod? Örült neki. Örült? Örült neki. Boldog volt. Itt többször elhangzott Kalmár Péter neve, és hát magunk között vagyunk, és hát mindannyian tudjuk, hogy jó barátságban voltatok, és ma kikerestem azt a könyvet, amely halála után jelent meg, a lánya Kalmár Zsuzsa, Kalmár Péter karmester emlékiratait, napújegyzeteit felhasználva. Ilyen érdekes, hogy itt álltam, vártam, hogy jöjjön a meglepetés virágna, ott láttam Kalmár Péter fényképét és a karmesteri pálcát. És ugyanúgy itt az utolsó napokról szól ez a részlet, de szeretném én ezt felolvasni ebből a könyvből. Itt találtalak meg ebbe a könyvbe. Gondolom, te ismered, bár azt hiszem, hogy a jelenlévők közül nem mindenki. Itt már a Kalmár Péter nagy betegségéről ír a lánya. Kórházban van már. Kolléganője, aki egyben nagyon jó barátja volt, zárójel Takács Mari, kétségbe esetten hívott telefonon, zárójel. Róla szeretném megjegyezni, hogy egyike volt azon keveseknek, aki nem hagyta el akkor sem, amikor mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, már nem a betegség leküzdéséért harcol apu, hanem azért a hátralevő kis időért, amit még közöttünk tölthet. Szeretném megköszönni neki, hogy segített nekünk a lelket tartani bennben. Hogy minden áldott nap ott ült mellette a kórházba, ha szabad ideje engedte, és beszámolt a színházban folyó életről. Ez szomorú vég, de hát ugye ezt az egy részt találtam, ami úgy megerősíti a ti barátságotokat. Hát azért neked lehetett volna protekciót. De nem volt. Nem volt protekció. Én amit kaptam, a saját magam erejéből értem el. Érte nekem nem szólt semmit az érdekemben. Nem, én saját magam értem el mindent, amit kaptam. Meghallgatott? Tehát, hogy külön is? Hát ő ismerte a képességemet, meghallgatott, adott tanácsokat. Mondjuk, hogyha olyasmi volt, akkor segített. Még szegényként a Vágóhidat Szentőhannájába tudott valamit segíteni. De akkor már nagy beteg volt. Hát az eléggé nagy feladat volt, hogy megcsinálják. Olyan gyakran nem vettek minket igénybe, hogy embernek annyira rutinja lett volna a színpadon. Hát mindig egy kis izgulás volt az, hogy hát tökéletesen 100%-osan megfeleljek. Kalmár Péter nyilván a zenekart irányította elsősorban, és hát az énekar az pedig
Regül Zsolt. Igen. Regül Zsolt előtt ki volt a karvezető? Eter is volt karvezető. Tehát vezető is volt, igen, ő is volt. Hát ő vezényelt is, meg a kórussal is törődött, ő is volt. Persze, hogy most már úgy emlékszel, hogy nem segített semmi, de azért közös fellépésetek csak úgy nem volt. Ez elmi okokból, vagy csak a véletlen? Nem, hát neki meg volt egy kialakult gárdája a Várhegyi Mártával, a kis, hát neki meg akikkel, Csorbaicával, akikkel járt fellépni Hakni. Ő nem nagyon mutatta a Hakni lehetőséget, hanem a lányok keresték, és akkor hívták, hogy kísérjen a Péter. Soha nem kísért? Nem. Nem gondoltam volna. Azt nem szakadt meg a szíved? Nem. Hát megkértem mást, akkor elkorepeltálták velem, úgyhogy felkészül a jó Kékes, illetve a Zsuzsi segített, meg a Cserme Zsuzsi, hogyha mint korepetítor ők tanították be, a, hogyha valami szolisztikus dolgom volt, inkább a Regős. Uh-huh. Tehát ők kísért inkább. Itt a színházban többször elindult az opera tagozat. Annak idején még Mura Péter, aztán vissza, tehát megint egy ilyen visszalépés történt. Aztán megint indul az opera tagozat. Hogy ezt érezted a kórus életébe? Tehát mennyire befolyásolta ez a tagozatos díj az életeket? Mi örültünk neki nagyon, hogy mást is kell csinálni. Szeretjük a operát. De több munkát jelentett? Hát mondjuk több munka, mert de mi örültünk neki, mert amikor én bekerültem a színházba, rengeteg feladatok volt, mert nem csak a kórus munkát láttuk el, hanem sok prózában részt vettünk, ahol statisztálni kellett. Igen. És az nem csak a... És akkor több zenés műfaj is volt. De hogy olvastad, hogy... Igen, hogy tényleg, musical is, operet is, tehát minden egyéb volt. Itt az elején ez a meglepetés virág, ugye ez a... hogy Zsuzsáék mondják, hogy te azonnal mész, szívesen mész, hogy mi mindenre szoktak hívni az alapítványt. Sokat léptünk itt fel a Színész Múzeumban, volt amikor a szegény Antal Imre is jött, a Zsuzsinak nagyon jó barátja volt, és már nagyon-nagyon beteg volt, amikor jött ide, és mint konferánc. Jó, leírtuk neki, de akkor már látszódott rajta, hogy nagyon-nagyon rossz állapotban van. De megtette, megcsinálta, jó volt vele találkozni, azért csak dolgoztam vele, és akkor az Antal Imrével. Hát az is egy szó, nagy szó. És akkor most készül, illetve a nyáron volt, a következő zenés darab ugye a Nagy Színházban. Igen, az a... Koszifán tudta lesz, ugye? Igen, ezt már kezdjük tanulni, olaszul fogjuk énekelni. Hát akkor elég kevés feladata van a kórusnak, és majd utána a jövőre lesz a Mosolyországa. De az idei szezonban csak a... Tehát a ebben a szezonban lesz, jövő évben mutatjuk be a Mosolyországát, ha egyszer találkoztam, kétszer, ez lesz a harmadik. Érzed ezeket a különbségeket? Mondjuk a Csárdás királynőnél, hogy újra kell ezt tanulni? Végül is újra kell tanulni, mondjuk a dallam ugyanaz, csak rendezésben más. Más annak a rendezőnek a felfogása, egyiknek is, másiknak is, harmadiknak is, negyediknek is, akivel találkoztam, mondjuk a téma meg a dallam ugyanaz, csak mégis más. Tehát a színpadi mozgás. A színpadi mozgás más, felfogással rendezik. Hát eddig még hál' Istennek mind klasszikusba ment, nem lett, egyszer volt modernizálva a Csárdás királyon, amikor a Jancsúrak a rendezésében volt. Te egy klasszikus barát vagy, igen, érzem. Igen, hát inkább klasszikus legyen már, mert gondolom a közönség is ugyanazt várná el, hogyha már ismerem azt az ismert operettet, hogy klasszikus formában nézzük, hallgassuk. De azért nem tiltakozol a modern dolgok ellen. Nem, mert megcsinálom. Uh-huh. Megcsinálom, hát hogyha azt kell csinálnom, akkor azt csinálom, próbálom képességemet megfelelően megcsinálni. Hát egyedül mondjuk musicalben kevésben vettem részt, mert sajnos az Evitában, se az Elizabethben nem voltam benne, mert akkoriban műtöttek, és szívre is kímélni akartak, hogy hát akkor bizony elég nagy ugrálás van, amit nem bírtam volna.
Most lesz a hotelmentől abban sem, ez a... Abban nem vagyok benne, az már a nyári. Az már a nyári már a felújítása. Abban sem vagyok benne. És a muzsika hangja, műsorom van még? Igen, novemberben lesz belőle három. Tehát akkor még ez, még láthatunk a perceként, aki nem látott volna a perceként. Zavarban vagyok, mert úgy érzem, hogy úgy mindent lekerekítettél, olyan elfogadó vagy. Tehát olyan, úgy elfogadsz mindent, úgy minden rendben van. Sose rázadtál? De azért voltak lázadásaim. Voltak lázadásaim, de nem a színházban. Nem, hát úgy ott én soha nem nyitottam úgy ki a számat. A véleményem megvolt, de el kellett fogadnom. Volt, amikor valóban én rájöttem, hogy többre vagyok képes, hogy többet szeretnék. És akkor volt egy idő, amikor anyag voltak teljesen. Tehát szerepekért mondjuk felemelted a hangod? Nem kértem én soha szerepet. Nagyszerűen nem. Csak hogy ha már mondjuk korson belül egyforma képességű emberek és engem kihagytak, akkor mondjuk rosszul esett. De nem tetted szóval? Nem tettem. Szóval morogtam magamba, vagy Péternek morogtam. Ő meg csillapított. És ha ő meg csillapított, ő meg tudott nyugtatni, mert utána én tudtam rajta agyalni egy hónapok is egy ilyen picike dolog, én egy hónap múlva is ott morogtam, hogy Tehát akkor, de azért csak nem szóltál, lám, csak nem szóltál. Nem. Megismernek? Az utcán, a Miskolci? Hát, nagyon sokan ismernek engem, na most, hogy... De úgy, mint néző. De megismernek, megismernek. Különösen most, hogy utóbbi időben föltűntél mindenféle reklámszerepekben. Igen. TV-sztár lettél. Igen. Ez olyan kis ajándék. Örült ennek, azt is szívesen csináltam a közlekedést, és a Totemix reklámot is abból. Nem ugrattak ezzel? Nem. Csak mondták, hogy nagyon jó. Uh-huh. Annyit mondtak, tehát ez Taki, ez nagyon jó. Taki? Takinek szúrik mindenki? Igen, vagy Takinak, vagy Taki Mari, vagy Mari. Máriát nem szeretem. Mert nem vagyok Mária. Hát ha rám néztek, én egy komoly típusú ember vagyok, aki radva rájuk, hogy Mária. Marika. Mari. A családom is úgy szólít. No, és akkor nóták. Nóták következnek? Mariskás lesz most? Mit hallunk? Hát most nem tudom, hogy a bejátszás az lesz, hogy... Persze, itt van az is. Hogy jöjjön? Melyik jöjjön? Hogy jöjjön? Rátapízom. Mert hogy készült, felvételekből készült egy kis összeállítás, amit ugyan nem szoktunk itt, de most miért ne nézhetnénk meg egy ilyet, majd pedig ehhez alatt pészkel a fecske, akkor ez egy mariskás. Pirosan kigurult a sárba és kiskút, kerekeskút. Ezt a hármat szántam, mert itt többet megmutatok. Jó. Akkor most ének? Erre szólott fészkel a fecske, én mi van a kötődve menyecske, én nyári piros volna, baba nézű, most olyan meg kell, de jó ízű, én nyári piros volna, baba nézű, most olyan meg kell, de jó ízű, fogadásom ti. Szeretettem meg magamat, kijátszom a tűba, Tila-tila-tilalmat, úgy szeretettem meg magamat. Piros alma kigurult a sárba, a babát.
s alma ne gúrulj, ne gúrulj. Te meg babam, ne búsulj, ne búsulj. Rám én babam, akkor se búsultam, mikor szeretődik maradt. Rám én babam, akkor se búsultam, mikor szeretődik maradt. Kiskút, kerekeskút van a szomszédunkban, de szép barna kislány van a szomszédunkban. Csalt a szemeimet, rá sem merem vetni, fiatal az édesanyja, azt is kell szeretni. Csalt a szemeimet, rá sem merem vetni, fiatal az édesanyja, azt is kell szeretni. Barna lánynak dombon van a háza, és sudar jegenye van az udvarában. Sudar jegenye van, földre hajlik az ágon. Ennek az én barna lánynak én leszek a párja. És sudar jegenye van, földre hajlik az ágon. Ennek az én barna lánynak én vagyok a párja. Nagy hang van ebben a kicsi nőben, ugye milyen nagy hang van benne. Nagyon szépen köszönjük Kékes Zsuzsának a kíséretet, és akkor én azt hiszem, hogy a Gábor segít nekünk, akkor nézzünk néhány felvételt. A vásárba fél pénzzel, csirkét vennék a vásárba fél pénzzel. Csirkém mondja csip-csip-csip, tyúka mondja kitrikot. Kári vittő édes tyúkom, mégis van egy fél pénzzel. Én elmennék a vásárba fél pénzzel, kakast vennék a vásárba fél pénzzel. Kakas mondja pokréta! Csirkém mondja csip-csip-csip! Tyúka mondja kitrikot! Kári kitka méres tyúka, mégis van egy fél pénzem! Én elmennék a vásárba fél pénzem! Disznót vennék a vásárba fél pénzem! Disznó mondja röp-röp-röp! Kakas mondja pokréta! Csirkém mondja csip-csip-csip! Tyúka mondja kitrikot! Kári vittyó méres tyúka, mégis van egy fél pénzem! Én elmennék a vásárba fél pénzem, juhot vennék a vásárba fél pénzem, juhó mondja be! Disznó mondja röp-röp! Kakas mondja pokréta! Csirkém mondja csip-csip-csip! Zsuzsásárgás betegsége miatt be kellett ugranom. Megkérdezik, hogy elvállalom? Ha? És akkor, igen. És egy kis szerepcsere volt akkor, és én kezdtem a darabot. Nagyon sok mindenkit láthattunk ezen a felvételen, aki igen, már nincs közöttünk. Igen, sajnos nagyon sok kolléga már elment, meghalt. Vécskai Tibi is, Őszilonka is, Parkas Sanyi is, akik már sajnos. Mátyás, ezek már Tibi. Voltak.
hogy volt egy est, ahol többet a Csorbaica, Rózsasanyi, Ábrahám, többen felléptünk, és így emlékeztünk rá. Éjjel-nappal működnek a képek, sószók és főzők adnak, hogy a bőgő marhagy csordák tömegéből konzervegyes konzervus nem eszik senki. Minden állattól a kincs, most hátat fordít, nékik a halál, s bezárja bolytját. Közben bocsánat, hogy beleszólok, itt huzigáltak benneteket közben. Igen, huzigáltak. Úgyhogy lehet énekelni, hogy az ember közben mozog és szók a levegőben. Kicsit hát be kellett szokni. Hát a próba időszak alatt kellett kapaszkodni a hintába, vagy minek nevezzem. Voltak még, már elnézést, hogy itt közben nem szólok csak, tehát voltak még ilyen fura helyzetek, amikor ilyen érdekes módon vagy helyen kellett énekelni? Volt, mert még mondjuk fent a zsinórpadláson még szabaltunk is, meg szóval voltak meg, volt. Ez a barát ott, mint ahol ezt a háromat a elég is volt a jó hullelke. Kitámogatta magát már a csuda is. Már csak az a gondolni, hogy ilyen bírra tudtuljanak innen. Ha fiatalok mulattak, az mulattanak. Fáradt vagy kislányom? Én, mama! Három hétig se fáradott ki. Én is olyan voltam fiatalasszony koromban. Még csak harmadik nap. Csak ennyi legyen, lesz itt benné, kedves tavaszi. Hát ez az éppen, hogy kiesztik ezeket a szegényeket. Olyan kis halad, amely harapul lehet. Mikor fiam, kine lenni? Mikor fiam, hideget, helyen? Olyan már, ma most a... Örvendene Zsani néni halátnál. Ilyen drága szép mulatság csak nálunk volt a Karcsi bácsi idejében. Ó, a drága jó Zsani néni! Ma most, ha ne tessék engem állandóan szekírozni! Halljuk Viktor! Halljuk Viktor! Zsani! Szokki minden józan! Hát sose iszunk! Mindjárt, egyetek, van itt lehet-e velék! Horgul megyet kívül, sosincsen én! Abszuk viszont! Halljuk Viktor! Halljuk a bukodei abszenciust! Viktor! Elég volt már lelke, haza kell menni! Elég volt a mulatkáról! Tekintetes asszony, kérem! A tekintetes úr már a tarka bordjúra adja a parancsot! Tekintetes asszony, jaj, a tarka bordjúra! Tessék valamit csinálni! Menjünk! Véget kell ennek felül! Elég volt a lukkalány! Ne menjenek még Mácsi úr! Na Istenem, a tarka bordjúra! Faj bordjúra! Mácsi úr, a faj bordjúra! Majd én kiadom a jelent! Kézdekezdve jöttünk már ma vasárnap! Mindjárt itt a reggel! Ha itt ér a reggel vége, nem szabad! Megszólnak Mácsi úr! Én innen senki nem engedek el! Egyetek, hát nézd a Balázs milyen fajbordjút vágott. Na ne tessék karagudni, de megyek és megvédem. Be kell fogadni, mind egyszerre. Mindegy kocsi legyen befogva, többi bízzál meg rám. Bácsi néni, a Isten áldja meg, akkor fogadok. Hát én már nem is tudom, hogy mit csináljak. Viktor, mi a szám? Mi az lelkem? Mi történt? Jaj, hát ezek már a háztetők is felsütik, bőzik itt. Már a fajbordjúna sor. Már én régen mondom. Hamar! Megszökni innen! Nem szabad ilyeneket csinálni. Isten, ellen való vétel! Hogy is ne! Nem még csak most kezdek belejönni az igazi mulatságba. Viktor! Mutass valamit! Jajcska! Csinálj valami bolondságot, akármit, amit tudsz, azzal a te fognak
annak a végén mindenki el fog innen pusztulni. Érted, gyermekem? Várom, mamuska, hát itt olyan fáradt vagyok, na, mint maga is. Viktor, fog nektek valamit mutatni. Jaj, a szalondalokat, Viktor, a szalondalokat. Ennyi. Szalondalokat. Udvariasan, fiacskám. Nem vagyok kis pecerei boltos, hogy udvariaskodja. Hát ez egy zseni! Zseni volnék, ha a Rócsil fia volnék. Jaj, de meg tudnám mutatni, hogy két éven belül tönkre megy az a vérzsidó. Ez ha nem érhetett Muzsikasztó című darab, itt Szidió gárdával szerepeltem. Szegény Már Riveronka, Ábrahám Pista, Nagy Ibike, Somló Pista. Szerettem ezt a kis feladatot is. Több ilyen kis prózai darabokat is kaptam, hogy ezt tudtam kiragadni, mert ez volt otthon. Marikának köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A kedves vendégeknek szintén, hogy eljöttek, várjuk Önöket szeretettel két hét múlva ismét. Terveink szerint, ha Molnár Anna a színművésznő énekesnő, ha nem szól bele a próbarend.